Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kisbenedek József, biztonságpolitikai szakértő, volt katonai attasé, egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy sikerült Önt visszanyernünk az állami rádiótól, mert hajnalba ott kezdte. Igen. Nagyon kapós most a külpolitika események miatt, úgyhogy már is a lényegre térünk. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Még mindannyian egészségesek vagyunk. A nap folyamán a műsor keretében itt lesz nálunk ma Szlávik János infektológus orvos is. Figyeljünk oda minden szavára, hogy mit mond, és így talán sikerül ezt is túlélnünk. És akkor nézzük a kötelezőket. 5781 Elul havának 18. napja van. Már ma reggel is megfújták a sófát, hisz hamarosan eljutunk a zsidó nagyünnepekig. Rosh Hashaná szeptember 7-ére várható, míg Gedália böjtje 9-ére, majd jön az engesztelés napja Jom Kippur szeptember 16-án, majd a sátoros ünnep 21-22-én, Semini Atzeret 28-án, és Simchas Tóra, a Tóra ünnepe 29-én. Ennyi az ünnepi előjegyzés. 2021. augusztus 26-a és csütörtök van. Izsók és Natáliák ünnepelnek mag. Az időjárás az időszaknak megfelelő. A középárfolyamokkal nem idegesítem Önöket, minimális változás a tegnapiakhoz képest, és már is kezdjük a beszélgetést biztonságpolitikai szakértőnkre. Hát arra gondoltam, azt írtam így, hogy reggel majd kiderül, hogy mire fogunk beszélgetni. Percenként változik a helyzet. Egyre jobban a szövetségesek bevallják azt, hogy ők nem erre számítottak Afganisztániába, vagy jelenleg elméletbe. Én már annyit beszélgettem Önnel erről, itt, ott, amott, de egyre jobban érzem azt, hogy káosz van. És akkor kezdjük talán a német kancellárral, aki azt mondta, hogy nem lesz befogadási hullám. Aztán azt mondta, hogy több mint 6000 együttműködő van, akit igenis illik befogadni, hisz együttműködtek velük. A magyar honvédség gépei hazatértek az együttműködőkkel, sőt egy másik nem a honvédség repülőgépein elhozták más országok együttműködőit is. Na most akkor mi van? Akkor csak a Genfi egyezmény szerint igazi menekülteket, hát az együttműködők, azok az életüket mentik, ha jól értem. Hát a helyzet az, hogy a kifejezés az, hogy káosz, az tökéletesen illik arra a helyzetre, ami jelen van. A bibliai káosz, ilyen tova volt. Tehát tulajdonképpen nem lehet tudni azt, hogy az események valóban igen gyorsan követik egymást, és nincs forgatókönyv. Tehát nem tudják azt, hogy mi alapján haladjanak előre, de ugyanezt tapasztalható úgy egyébként a tálibok részéről is, azt természetesen figyelembe kell venni, hogy az ő esetükben az idő nem annyira sürgős, nem annyira sürgető, ugyanakkor valahol már folytatják az új kormány megalakítását, tehát nekik azért a jövőt illetően megvannak az elképzeléseik. A szövetségen belül probléma van, mert az amerikaiak is rosszul mérték fel a helyzetet, nem gondolták volna azt, hogy a velük együttműködő és általuk felfegyvezett és kiképzett afgán hadsereg, afgán nemzeti hadsereg, meg afgán nemzeti rendőrség azonnal megadja magát. Tehát én nekem az az érzésem, hogy ez már előre szokták mondani pestés, hogy le volt zsírozva. Tehát ezeket megbeszélték. De a nyugati szövetségeseken nem közölték ezeket a dolgokat. Ebből adódóan a tálibok határidőket szabtak, és ebből nem engedtek. Engem is meglepett az a káosz helyzet, hogy a CIA igazgatója kiutazott Kabulba, és próbált tárgyalni a tálibokkal, hogy hosszabbítsák meg az augusztus 31-ig, és utána is hozzanak ki embereket. De azt mondták volna, hogy szó se lehet róla. Nem az, így van, szó se lehet róla, tehát ez nem alkut téma. Akkor ön most tartozik egy nagy vallomással. Én mindegy szivacs magamba szívom az Ön megszólalásait. És az egyik stúdióban
úgy le is teremtett, hogy, hogy nincsen lájtossária, hogy higgyem el, hogy ez egy másik generáció, és nem fogják lefejezni az embereket. És most, minthogyha ennek az ellenkezője derülne ki, hogy ők már nagyon keményen, ahogy teljesen átveszik a hatalmat, és az együttműködőkkel között is már vannak olyanok, akik elvesztették a nyakukról a fejüket. Tehát ők nagyon komolyan gondolják nem ezt. Nem feltétlen kell összekeverni a vallási előírást azzal a politikai folyamattal, ami most jelenleg Afganisztánban lejátszódik. Ha valakinek tehát levágják a fejét, vagy hát nem olyan sok embernek vágták ott le a fejét, tehát ez mondjuk nem fedi azért a valóságot, előfordult. Tudni kell azt, hogy azért nem mindenki rajong a tálibokért. Vannak úgynevezett ellenállók, akik akár fegyverrel is a tálibok ellen mennek, összetűzések de vannak. De olyan és kevesen adódó, vannak, meddig tudják ők hát, tartani magukat? Hát körülbelül 90%-át gyakorlatilag most már az országnak a tálibok uralják. Ugyanakkor például a Panjshir völgybe, amit ugye egy abszolút zárt kis völgyként kell értékelni, nem nagyon érdekli a tálibokat, hogy ezek most mit csinálnak. Be vannak zárva, nem mennek azok sehova. Eddig is el voltak, meg van még kettő vagy három másik járás, ahol vannak. Hát ott vannak harcok, tehát ott a harcokban pedig azért előfordulnak dolgok. Hogy aztán most lesz-e tömeges bosszúállás, az majd meglátjuk, hogyha megalakul a kormány. Tehát nagyon lényeges kérdés az, hogy ebben az új kormányban kik lesznek benne. A tálibok nem egy egységes szervezet. És nem ez a következő kérdésem. Hogy sok... mennyire fog szerepet kapni, mert ugye a vallási vezetők visszatértek. A igen. Kérdés az, hogy ez egy iráni mintájú berendezkedés lesz, vagy mi várható, vagy ne kérdezzek ilyet. De igen, nagyon határozottan megmondták, hogy Afganisztánt a jövőben a vallási tényezők határozzák meg. Tehát nem egy világi állam, hanem a vallási vezetők, nyilván körülbelül úgy, mint Iránban, hogy van a legfőbb vallási vezető, most az ő szava szent és értetetlen. És hát nyilvánvaló, hogy ehhez kell alkalmazkodni, de szeretném hangsúlyozni, hogy azok a különböző törzsek, amelyek Afganisztánt uralják, mert ne európai észre gondolkodunk, nagyon szeretném. Hát ez az alapvető minden. Hiba, hogy meg kell próbálnunk nem európai észre. Nem, hát valaki európai észre próbálja ezt elmagyarázni, akkor sikertelen akciót hajt végre. És félrevezeti nem a nézőket. És félrevezeti a nézőket is, meg a mindenkit, mert ez egy törzsi társadalom. Na most az amerikaiak rájuk kényszerítették azt, hogy legyen az egy embernek állam. Azért a maga módján, az iszlámba is, a zsidóknál is, mindegyiknél azért van egy emberi érték. Az emberi érték ott is van, csak az emberi értéket ők saját maguknak határozzák meg, és a különböző törzsek különböző képen határozzák meg. Ugye azt szokták mondani, van az a afgán mondás, hogy ahány völgy, annyi törzs. Na most ahány törzs, annyi érdek. Most ezeket egyesíteni és alárakni egy kormányprogramnak felejtsük el. Tehát hát az amerikák ezt akarták. Tehát akkor tulajdonképpen, ha ez nem sikerült 20 éven keresztül, akkor mi a biztosíték, hogy most majd sikerülni fog? Hát nagy biztosíték erre nincsen pillanatnyilag, tehát ezt nem tudjuk már elmondani, de én szeretném hangsúlyozni azt, hogy várjuk meg, hogy mi lesz a vége. Mennyire mert neki lehet kell az afgán pénz. Nép, akik először is a nagy segélyszervezetek leállították most. Most pillanatnyilag igen, meg a nyugati országok. Ez is. Nem lehet, hogy egy mondjuk nem pénz, de élelmet, hát ott azért... Élelmet szállítanak, tehát azzal nincs különösebb probléma. Itt a különböző kintlévőseket fagyasztották be, különös tekintettel a nyugati országokra, és jó néhány NGO-s azt mondta, hogy majd meglátjuk, hogy hogyan muzsikál az új kormány, és annak megfelelően van még két percünk és 6 másodpercünk. Próbálja nekem megmagyarázni, a minap nálunk járt ugye az orosz külügyminiszter. Oroszország a követségét nem evakuálta. Mire alapozza, hogy nekik nem lehetne? Valószínű jobb hírszerzési információik vannak, ez az egyik dolog, mint a nyugatiaknak. És akkor ők nem másik, szeretik a nyugatiakat, és nem osztották másik nem az velük. Oroszok voltak most jelenleg ott a megszállók, hanem a nyugatiak. Na de ők na is most voltak már ott megszállók. Az már egy másik időszak. Az már tehát egy régi időszak, a történelem, aztán a britek is voltak, meg Nagy Csándor is volt, ezeket most már jó, adjuk. Amerikaiakat nézzük. Nem kívánják elfogadni, és ehhez kapcsolódó nyugatiakat sem. Ez a oké. Törökország azt mondta, hogy egyetlen bevándorlót sem enged be Afganisztánból, és akkor mondtam, jó, akkor nem lesz ott. Aztán gyorsan tovább olvastam a híreket, na de hát már korábbról több százezer
az elmúlt 20 évben nagyon sokan már átkerültek Törökországba. Tehát nem most indul meg az afganisztáni menekült hullám, hanem már korábban megindultak. Aki tehette, elment. Hát ez az afganisztán menekült hullám megindulása az inkább nálunk divat. Máshol ezt nem nagyon mondják, mert nálunk ugye ezt azonnal, még el se kezdődött szinte a kivonulás, már is azt mondták, hogy 2 nap múlva itt lesznek röszkén az emberek. Hát ez nyilván mese, ezt mindenki tudja, hogy nem így működik a dolog, de a törököknél egy nagyon lényeges kérdés van. A törökök iszlámok. Na most a törökök, a török vezetés, Erdoğan ezt többször hangsúlyozta, és a tálibok jó viszonyban vannak egymással, vagy legalábbis megértik egymást. Tehát Törökországra hallgatnak. Ezért lényeges dolog az, hogy már megint oda jutottunk, hogy a nyugat részéről az adóász a török vezetés. Ők tudnak tárgyalni. A török és nagyhatalmi törekvések akkor most tulajdonképpen megint erősödni tudnak. Iszlám ország, tehát Törökország ugye a világai államból átment egy teljesen iszlám vonalra. Ebből adódóan az iszlám országok, vagy egyáltalán az arab országok úgy néznek Törökországra, mint az Istenre. Tudnék, azt mondják, hogy egy működő gazdaság, erős állam, erős hadsereg, és nekik ez hát példaként az, hogy mennyire szóval. Erős gazdaságig folytatjuk majd legközelebb, mert ha nem lesz, aki a kincseket, amik a föld mélyen van, előhozza. Az nem ők lesznek, Kína lesz. Ha béke van, és megvalósul az, hogy nincs szembeállás egymással. Ennek reményében búcsúzunk Öntől erre a hétre. Mi még találkozunk a héten, de bízunk benne, hogy jövő héten is itt lesz, és a pulzuson, az eseményeken rajta tartja az ujjait, és azonnal jelentkezik, hogyha esemény van. Az elmúlt szűk negyed órában dr. Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, akit nem csak az egyetem kinevezett és könyvtárszobákból tanulta meg a szakmáját, hanem éveken keresztül különböző országokban szolgált, mint katonai attasé, úgyhogy nem csak a hírszerzés, hanem az értékelés, a kis ujjába van. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Előzetesek, és már is jövünk, visszatartsanak velünk.